a Hajdúböszörményi Bocska István általános iskola 7. osztályos évfolyamának tanulói a határtalanul pályázat keretében Edébe látogattak május 23-a és 27-e között. A határon pályázat mindig hetedik osztályosokra van meghirdetve. Hatodikos osztályos főnöként írtuk meg ezt a pályázatot, és célunk az volt, hogy minél több gyereket eljuttassunk határon túli vidékre, hogy megismerjék az ott élő magyarokat, ezáltal a magyarság tudatunkat erősítsék. Ez a pályázat pedig anyagi támogatást adott, hiszen a gyerekeknek a szállás, illetve utazási költségét támogatta. Az első napon Nagyszalontán kezdtünk, majd átmentünk a cseppkövekben gazdag mézgedre este pedig Dévára érkeztünk. Másnap reggel Dévavárát meglátogatva, Vajdahunyad, illetve Gyulafehérváron tettünk látogatást, és tovább folytattuk utunkat Segesváron át, egészen Szovátáig. Itt egy kicsit megpihentünk, és egy újabb kalandos nap várt ránk a harmadik napon, amikor Szejkeföldön a székek kapuk alatt haladtunk át. Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél hajtottunk főt, illetve a bazárokat meglátogattuk itt Farkaslakán és Korondon, valamint a Parajdi sóbányában kalandoztunk, magasságban és mélységben egyszerre. A negyedik nap egy kicsit esősre sikeredett, de nem akadályozott meg bennünket, hogy a keleti Kárpátokban lépő, lévő békás szorost, illetve a gyilkostót megcsodáljuk. Délután pedig már ragyogó napsütésben mértük össze a tudásunkat és erőnket a nyárát szeredai diák Farkas általános iskola tanulóival. És elérkezett, bár nem nagyon vártuk az utolsó nap, a hazaindulás napja, amikor Kolozsváron át a tordai szobányában még egy kicsit hűsölve, a királyhágon megpihenve hazaérkeztünk Hajdúböszörménybe. Nagyon hamar eltelt ez az öt nap, teljesen élményekkel feltöltődve tértünk haza, és számos gyerek megfogalmazta, hogy nagyon jobb volt, és visszamennének. A pedagógusnak mit jelentett ez az út? Az ön számára mennyire volt élmény? Számomra élvény egyrészt azért, mert a gyereket egy iskolán kívüli helyzetben látom és jobban megismerem őt és engem, másrészt pedig egy olyan tanulási forma, amit nem lehet az iskolapadban megmutatni, megtanítani, hanem ezeket látni kell és át kell élni, és úgy gondolom, hogy ez hordozza az igazi értéket. Neked az út során mi volt a legnagyobb élmény? Amikor Szejkefűden és Farkaslakán voltunk, ahol bazároztunk, mert nagyon sok érdekes dolgot láthattunk milyen érdekes dolgokat láttál? Ilyen kis mini széke, kap, székelykapukat, kapukat, ilyen pánát, ami egy állat volt, és ilyen állatbőrből készült szőnyeg. Voltál már egyébként Erdélyben? Igen, voltam a Bihari hegyekben. Akkor ez most teljes újdonság volt számodra. Igen, és nagyon-nagyon élveztem. A legnagyobb élmény az úton, a nyár, nyárát találkoztunk, új barátokat ismertünk meg, közös délután tartottunk, és jót fociztunk, meg a lányok, meg végül is azon a napon jó volt a békászoros is, szép volt a környezet, a gyilkostó is, meg még tetszett szájkefürdő, a sok székelykapu, meg jó ebédeltünk ott említetted, hogy barátokat is szereztetek, tartjátok-e a kapcsolatot, szeretnétek-e tartani? Persze, persze, hogy tartom velük a kapcsolatot. Remélem sokáig fog tartani.